Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon. A mai téma az, hogy hogy érez irántam most. No contact, vagyis nem vagytok kapcsolatban. Mit érez irántad az a személy, akire gondolsz? Ez lehet egy ex-partner, vagy egy valaki, aki iránt érzelmeket táplálsz. Szóval, ez két csoport közül választhatsz. Egyes csoport, ez a zöld hold. Kettes csoport, a tigriskő hold. Akkor kezdem is, ez egy gyors olvasás lesz, hogy érez irántam, és mit mondana nekem most, no contact. Kezdem is, már előre összekevertem, és kiúztam a lapokat. Tudom, hogy keresztbe tettem, vagyis cross the line with you, vagyis hogy túl messzire mentem, nem kellett volna. You came closer than anyone, közelebb jöttél hozzám, mint bárki más. Nagyon megijedtem. Pontosan tudtam, hogy mit csinálok. Lehet, hogy ez is része volt a tervének. Bár csak jobban bántam volna veled. Megbántam. Sok minden dolog rád emlékezted. Eszébe jutsz sokszor. Nézzük még, mit tartogat ez a kártya. Most csenddel vert téged. Külön vagytok, az is lehet, hogy igen, nem vagytok együtt, szóval nem kommunikál veled jelenleg. Készülj az egyesülésre. Vagyis tanulj a hibáidból. A akadályokat próbálja áthitalni. Talking. Üzenetet fog kapni, vagy írni neked. Várható text. Szöveges üzenet, hívás, e-mail, visszapróbál hooverolni téged, majd, és a fotográf a fényképeidet nézi, hiányzol neki, nosztalgikus hangulatban van, új emlékeket akar készíteni veled, vagy a régieket nézegeti esténként. Oké, ez volt az egyes csoport üzenete. Nézzük a kettes csoport üzeneteit. Hogy érez irántad, és mit mondana?
Elvesztettem önmagamat egy pillanatra. Bár csak visszavonhatnám a szavaimat, amivel megbántott téged, gondolom. A közeledben lenni nagyon méregtelenítő, intoxicating, vagyis te nagyon gyógyító hatással vagy rá. Hiányzik a közelséged. Remélem, hogy egy nap megbocsájtasz nekem, meg tudsz bocsájtani nekem. Sajnálom, amit tettem. Hálás vagyok ezért a spirituális leckéért, tanításért, amit melletted vagy nélküled éltem át. Nézzük még a másik üzeneteket is. Wedding rings, wow. Egyesülés, házasság, esküvő, lelki kapcsolat, eternal love, everlasting promise. Valaki szeretne kapcsolódni komoly szándékkal veled, és ezt szeretné. Egészséges döntések. Most először is szeretned kell önmagadat, és az ön törődj a saját magaddal, és akkor boldogabb leszel, és akkor bevonzod a szerelmet. Hand of cards, take a risk. Lehet, hogy valaki több partner tart, vagyis nem tisztán játszik, de megkockáztatja. Több lehetőséged is van, vagy neki. Ó, mit nyomtam? Lehet, hogy stratégiát vált, de stabilitásra vágyik, biztonságra, és növekedés várható. Szóval szeretné, hogyha megbocsájtanál neki egy nap. Ezt érzi most. Köszönöm, hogy megnézted a videómat, és ha tetszett, kérlek lájkold. Találkozunk legközelebb is. Szia!